Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! A most következőkben a Vakson tartott szentmisét tekinthetik meg, melyen tűzszentelésre, körmenetre és keresztelésre is sor került. A Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, ezen az éjszakán, amikor a mi Úrunk Jézus Krisztus a halálból életre támadt, az egyház meghívja szerte az egész világon élő gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Úrunk húsvétjára, vagyis ha igényét hallgatjuk, halálát és feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, és vele együtt élünk Istenben. Könyörögjünk! Istenünk, Te szent fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek. Kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújtsd fel szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Krisztus világossága. Istennek legyen hála.
Ábrahám odament, megfogta a post, és feláldozta égő áldozatul fia helyet.
Kérem Péter, hogy a haragokat kapcsolja be, amikor a dicsőséget beénekel. Annál pedig kérem, hogy ezzel a mellette lévő csendővel végig csöngessen, és a mellette lévő Jászmin pedig kérem, hogy az ajtó mellett lévő csendő húzza végig, amikor megszólal az útonat, és mindaddig csengessünk és harangozzunk, amíg az útonat el nem hallott. Egyben ütünk vele, akkor feltámadásával is egybeszünk.
hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért feszítették le együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljon többé a bűnnek. Aki meghal, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé alatt. Halálával egyszer és mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek el állatokat, mint akik meghaltak a bűnnek, és most az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten élet. Lévő asszony hozta a hírt az apostoloknak, de azok üresen
Isten számára az ember maga a csoda. Isten számára az ember maga a földi megosztás. Ezért hallotta meg, hogy örömi legyen. Ha az Isten nem lenne örömi az emberbe, akkor már rég elpusztította volna. És jó tudatosítani magunkat, hogy az Isten annyira örömérteli az emberbe, hogy képes meghalni érte. Ez egy nagyon szép gesztus az Isten részén. Annyira szeret minket, hogy az életét áldozza érte. Ez az első szentírási résznek az üzenete. Isten számára az ember a legfontosabb és a legértékesebb. A második olvasmányban arról hallottuk, hogy az Isten kiválaszt egy embert, Ábrahámot. Ábrahám a Szentírásban a hit ember. Ábrahám a hit útját járja, mert annyira ráhagyatkozik hitében az Istenre, hogy még olyan dolgot is megtesz, amiről nincs megbizonyosodva, hogy ez jó lesz számára. És ez a hit. Amikor olyan dolgokat teszünk, olyan feladatokat merünk vállalni, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a következő. De mégis belevállunk, mégis megteszünk, mert bízunk az Istenben. Bízunk abban, hogy az Isten megsegít minden vállalkozásunkat. Ábrahám ezt teszi. Először akkor, amikor az Isten kéri tőle, hogy vonuljon ki arról a földről, ahol már betelepedett, ahol már minden megszokottá vált számára, és menjen arra a helyre, amelyet majd az Isten mutat neki. Ábrahám minden kérdés nélkül elindul ezen az úton. És a második próbatéve az, amit a mai evangélium, mai szentírási részben hallottunk, azt kéri tőle az Isten, hogy fogja az egyetlen fiát Izsákot, akit szeret, menjen el Moriá földjére, és ott mutassa meg áldozatul a Istenet. Milyen szomorúság lehet ennek az embernek a szívében. Megkapja az egyetlen reménységét az Istentől, Izsákot, a fiát. És az Isten ezek után arra kéri őt, hogy mutassa be áldozatul a Istenet. És ez az ember minden zokszó, minden panasz nélkül megtenni, amit az Isten kér tőle. Ez nyilvánvalóan Ábrahám hitének a próbáját jelentette, hogy ki a fontosabb számára, az Isten vagy a gyermek. Hogy kit helyez életének középpontjába. Nyilván az Isten nem akar tőle ember áldozatot. De ez a történet előképe annak, amit majd az Isten az ő fiával megtesz, az emberek. Amit hallottunk, megy az édesapa Ábrahám, és mellette a fia Izsák, Moriá földje felé, és a gyermeknek a kezében ott van az a fa, amely arra szükséges, hogy az áldozat elégjen rajta. És ezt a fát a gyermek Izsák viszi. És amikor Ábrahám hajlandónak mutatkozik arra, hogy feláldozza a fiát, akkor az Isten közbeszél, és megdicséri, mondván, hogy nagy népé tesznek, mert egyetlen gyermekem Izsákot nem fogadtad meg tőle. Most már látom, hogy féled az Isten, vagyis hiszel benne. De az Isten, amikor eljön annak az ideje, hogy az emberért ki kell állni, akkor a fiát odaadja és feláldoz. És ezt a fát, amit annak idején Izsák visz a helyre, tehát most Jézus a vállára veszi a keresztfát, és fölmegy a helyre, és erre a fát áldozzák fel Istennek a fiát, Jézus. Amit nem fogadja el Ábrahámnak, Ábrahám fiának,
egy nagyon szép szeretet cselekedet, amivel az Isten szintén azt fejezi ki, hogy az ember nagyon fontos az Isten számára. És a harmadik ószövetségi rész az Egyiptomból való kivonulása a történet. Izrael fiai, vagyis Isten népe az egyiptomi fáraó rabszolgaságába került. A Szentírás nagyon szép képi kifejezésekkel írja le ezt a történetet, hogy a nép mennyit szenved, hogy a nép milyen rabszolgaságba került, hogy elnyomják őket és megfosszák őket a szabadságot. A történet nagyon szép, de a történet üzenete az, hogy mindenki fogságban van, mindenki rabszolga, mindenki a szabadságnak a hiába van akkor, amikor a bűn uralkodik rajta. Izrael fiai a bűn rabszolgaságában van. A bűn rabszolgasága tehát akkor következik be, amikor az ember elfordul a Isten. Amikor hátat fordít az igaz Istennek, és bálvány Isteneket kezdünk imádni. Isten népe ezt tette, és távol került az Istentől, vagyis a bűn rabszolgaságába került. De az Isten nem hagyta a népet a bűn uralma alatt, hanem támaszt egy nagy profétát, Mózest, aki elküldt, hogy kiszabadítsa a népet az egyiptomi fogságból. És Mózes lesz az, aki Isten segítségével kivezeti a népet az egyiptomi fáraó rabszolgaságából, és átvezeti őket száraz lábon a vörös tengerre. Mi ment meg a népet? A víz. A vörös tengernek a vize. Izrael fiait megmenti, az egyiptomi fáraó és harcosait pedig megöli. A víznek tehát van éltető hatása és van pusztító hatása is. Ezt mi magunk is tapasztalunk. Amikor jégesünk és eső áramlózunk ránk, akkor elpusztítja mindenünket. De amikor nagy a szárazság, amikor meg kell öltözni a világot, amikor inni kell, mert különben kiszáradunk és meghalunk, akkor a víznek éltető erre van. De ez a víz nem csak az egészségünket tartja meg, hanem a lelki életünkben is megerősít minket. És amikor az egyiptomi fogságból kiszabadul a nép, akkor a lelke gyógyul meg ezáltal, mert visszatér az Istenhez. És az Isten a víz által új életet ad számára. És ebben a szentmisében, amikor két gyermeket megkeresztelünk, akkor a kereszt víz által ez a két gyermek újjá született Krisztusban. A keresztségnek ez a hatása. És ebben a szentmisében nem csak a két fiúgyermek, hanem mi is mindannyian megújítjuk keresztségi fogadásunkat, és elhatározunk, megígérjük, hogy Krisztus nyomán, Krisztus lábnyomán akarjuk járni az életünket, annak a Krisztusnak a nyomában, aki számunkra az értető Krisztus. És az evangéliumban arról hallunk, hogy az Isten megmenti az ő népét, nem fia halálával, hanem fiának a halálból való felválasztásával. Fölösleges lett volna Jézusnak meghalni akkor, hogyha a sírban marad. Jézus nem a halálával váltott meg bennünket, hanem a felválasztásával. De ahhoz, hogy felválasztjuk, ezért meg kellett halni. És húsvét a felválasztásával. Húsvétkor mi keresztények az élő Krisztusra tekintünk. Arra a Krisztusra, aki fölött a halál nem tudott diadalt adni. És a Szentírás rész az evangélium azt mondja le, hogy az asszony, aki Jézusról még holtában is gondoskodni akar, üresen találják Jézus sírját. A mi húsvéti üzenetünk ebben áll, hogy Krisztus sírja üres. Üres az a sír, ahová pár napval ezelőtt Jézus holttestét eltemették. És ez az üzenet számunkra azt jelenti, hogy az életet nem lehet megölni. Hogy az életet nem lehet
végérvényesen elveszik. Jézus legyőzte a halált. Legyőzte azt a halált, amely minden embernek leselkedik, hogy végérvényesen elveszítse. Krisztus győzött a halált felett, és az ő erejében, az ő feltámadása által számunkra is megnyílik az örök életnek a lehetőség. Így tehát elmondhatjuk, és ebben rejlik a mi húsvéti örömünk, hogy mint ahogy üres Jézus sírja, ugyanúgy a mi sírjaink is üresé válnak. Az Isten feltámaszt mindannyiunkat akkor, hogyha hiszünk és bízunk benne. Hogyha olyan bizalommal tudunk fordulni feléje, mint ahogyan az Ábrahám tette. Hogyha életünk középpontjává tudjuk tenni őt. Kívánok, hogy húsvét ünnepén mindannyian megtapasztaljuk azt a nagy örömet, hogy az Isten számára az ember fontos. Isten az ő fiát adta az emberért azért, hogy mi éljük. És ennek az életnek csak akkor van értelme, hogyha az ember kapcsolatban van az Istennel. És ez a kapocs az Isten és az ember között nem más, mint a szeretet. Szeressük Istent, és szeressük embertársainkat is. Ez az a kapocs, a szeretet kapcsolat, amely összeköti az ember az Istennel, az Isten az emberrel, és az ember az emberrel. Húsvét üzenete tehát ez legyen mindannyiunk számára. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szület fiával érte, hogy aki benne hisz, el ne vesze, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek! Most a keresztség és a keresztelés
Az újjászületés módján
Most pedig felvenni neked az üdvösség bizmáját,
Yeah.
Helyezve
Hittel, hiszem is oldom, anyádnak néhen üntelen, fogant, visel sok húr.
Thank you.
rendhagyó jiu-jitsu edzésen sajátítottak el fogásokat és technikákat a 3K Egyesület fiatalai magától a Gracie Barra Hungary brazil származású vezetőjétől. A most következőkben az edzés alkalmával készített felvételünk első részét tekinthetik meg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Még egyszer, még 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagyon jó, most a lát kerelj ide. Jó, könnyű, de ne térj ide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nagyon jó, cserél, lábcserél, vagy? 1, 2, 3, 4, 5.
jobbra. Jó, most nyisd a lábad. Maradj kicsit itt. Jó, lassan vissza. Mindenki térde. Jó, térde maga a kicsit. Ide. Húzd magad, jó? Másik. Tehát. Másik ugyanaz. De nem futás, mindig lassan, inni valami, és vissza utána lesz egy pár technika. Oké? Okay? Mindenki akar inni valami, lehet. Jó, akkor szerintem mindenki körbe, ugye keres egy helyet, piros tartam mindenki, jó? Körbe lehet, nem muszáj csak egy oldalra. Itt leszünk a többében. Jó, most elmondhatom az első pozíciót. Ebben a szituáció ez a zárká. Hogy mondjuk ez nehéz, neki ez jó, nekem lenne amire jó, de nem a vége, itt lehet valamit csinálni. Jó? Most nem tudom, hogy lehet nyiszkedni a lábad neki. Még ha megpróbálja, ez nem egyszerű, ön nagyon erős, megpróbálja nyiszt a lábad és soha bukodik. Akkor most mit csinál? Ez a kézed, ide fogja, két lapja, két gyíl együtt. És zárja meg fel a könyök. Ez megvan, nem mindegy kettedet, nem? Most a másik kéz ide jön a torcsa, és ez a térde, látod, hogy mindig zárt van a lábad legalább, és most mit kell csinálni? Ez a kézet pont itt a térde nyomja, most lefelé nyomja. Most megvan a lábnyitás, akkor az első kéz. Egy, és ez a kéz ide jön a lábad. Kettő. Látod a lábad? Ide menni. Van. És most két kézet fogja gyűjt. És lesz ez a nyakfogás, csipő fordulás, és most fogja térde, és tanulóra. De, és kicsúdjuk a zárt. Nagy verseny, mikor ezt csinálj, az 3 pont kapsz. Mert ez volt egy guard press. Jó? Ez nagyon alap, de muszáj mindenki tudja ezt csinálni. Jó? Meg egyszer megmutatom. Ez, hol vagyok, milyen háta? Ez a 20 maga, mindig, nem ütődik, nem, mindig föl. Próbálj hozzá lefele. Ha. Látod, ez a kéz mindig tartja. Kézet fogja rajta, kérde. Most itt vagyok, a kézet nyomja kérde. Próbálj zárni meg egyszer valamit. Nem egyszer lesz. És most mit kell csinálni? Egy, kettő, három. Most a két kézed fogja gyíl. És most egy kéz fogja nyakod, csipő fordulj. Ez a kéz most fogja másik kéz, és tanulóra. És side control vagyok. Ez a csipő. Lefele, másik kéz fogja. Még egyszer más oldalra. Ugyanaz, egy, kettő, kiede, nyomja,
egy út lesz, ez a kézit még az nem kérdik. Látod, hogy jó? Fogd egy búha, egy nyaka, cisztel, fogd egy példa, és én itt szájpontot húzok. Próbálj fordulni. Látod, itt a hét vagy jobb, a találkozó van? Ez nem jó. De miért? Mert egy csípő magas volt. Fogni hajt vagy a lefelé. Most tovább egyszer. Nehéz lesz. Megvan? Most adom 3 perc, minden kettőt csinál, és utána megmutatom még egyszer. Jó? Keres egy partner, és megy. Jó. Próbál egyszer bal, egyszer jobb, és változik a másik csinál. De kár, 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 a szájra. Várj a lábom. Nem. Majdnem jól csinál, csak egy kis apróságot mondjuk.
hátra fizetett, hogy lehet így. Ugyanaz hely, hogy jók az ár, pontos mosok, figyelj, kérde. Nézd, hogy van az én lábom. Nem itt vagyok. Kérde nem együtt van. Ez nem jó, nem is tárgyal. Mindig a kérde. Nyisd a kérde, és itt van. Ez az jó pozíció. Látod? Megette? Pont itt vagyok ugyanaz. Két kéz a kezedik. Egy, kettő. Most a másik kéz szabad. Próbálj főzni. Nem tudsz meg semmi. De most muszáj dolgozni. Fogja rajta. És akkor kérde. Ide jön és nyisd. Nyomja. És ez a pillanat. Figyelj, mi lesz. Előtt kéz, és a kézet. Kéz alatt. Látod, hol vagyok? Kérdék van, másik kérdék. Most fogja nyakod. És csípő fordulj, ah! Hát ez a fordulás, ah! Egy, kettő. Nem ezt csinál. Milyen? Itt csomó hely van a hason. Kérdé a hason, kérdé a hason, és visszagárd. Látod, milyen itt volt a helye? Pont a hason volt a hely. Ez nem jó. Ez jó nekem, akkor nem ad neki hely. Akkor itt vagyok, a para aldamény, de ezt meg. És most kézed fogja másik térdre. Most próbálja a térdre a hasa? Nem lehet. Látod a fogás? És most tartja előre. És pont itt vagyok. Ez a térdre, nézd hol van a térdre. Nem így. Ez nem jó. Ide. És most a másik kéz fogja. Három másodperc, három pont. Ez a gárd perc. Megvan? Hány pontot kap? Három. Nagyon jó. Hány másodperc neked? Három. Super, oké. Még egyszer gyorsan, és utána még egyszer a király. Egy, kettő, kérde, nyomja, kérde, kérde, fej, csipapodulj, fogja, kérde, vagy egy óra, és tartja. Egy, kettő, három. Megvan. Megvan? Csináljuk párom még egyszer? Igen. Ugyanazt csináljuk. Jó. Másik kérdés.
neki. Ez az a másik nagyjából, jó? Majdnem ugyanaz lesz, csak mástalan menjünk. Mindenki visszakíroztattam a főre. Az a helyet, hogy már mindenki légy. Szóval itt vagyok. Ugyanaz. Ugyanaz a fogás. Vagy kérdez. Nyomás. Kérdez ide jön. Ez a kérdez ide. De most nem ez akarom csinálni. Most kapkodik ez a kérdez. Ide lesz. Most már ide megyek. És ugyanaz a jövő. Akár vége volt másik. Ha ugyanaz, nem arra megynek, másfogad. És ugyanaz, három másodperc, három perc. Ez gyárt perc. Jó? Megfogadta lassan. Egy, kettő, és nyom, kézed ide jön, és itt vagyok, ez a kézed fogja. És sima válfordul. Látod? Mikor próbáljuk fordulni, ez a kis tart. Próbálj arra fordulni, szíves? Arra. Most egy, kettő, és megvan a guard pass megint. Máskodol. Egy, kettő. Most ez a kézet fogja ki. Ez fontos, és sima fel fordul. Megvan? Csináljuk párba. Ugyanaz. Mindig két adára muszáj gyakorlni. Most a guard pass. Más kodol, nem vissza. Még egyszer csak. Ugyanaz. Gigi. Két kézek. Először fog Gigi. Most. Kéz a láb alatt. Ez a kéz. Hát az. És most már ez a kéz. És most sok tónel a láb. Tényleg. Szép. Gyönyörű. Csodás vagy. Következő adásunkat április 1-én, pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételekkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!